A Corvina raktári kikérő moduljának használata. Ebben a videóban azt mutatjuk be, hogy olvasóként hogyan kérhetünk fel magunknak a Tudásközpont könyvtárának raktárából ott tárolt dokumentumokat gyorsan, egyszerűen, könyvtárosi segítség és sorbanállás nélkül. Az olvasói terekben elhelyezett vékony kliens gépek egyikén jelentkezzünk be olvasójegyünk számával és jelszavunkkal. Ezután indítsuk el a magyar nyelvű internetböngészőt. A böngésző felső részén a könyvjelző eszköztárában látható a könyvtári keresés menü. Erre klikkelve elindíthatjuk a könyvtár elektronikus katalógusát. Itt adhatjuk meg a keresett dokumentum szerzőjének nevét és a dokumentum címét. Amennyiben szükségesnek tartjuk, megadhatjuk a nyelvet és a lelőhelyet is, valamint a kiadási évre is szűkíthetünk. A keresés nyomógombra kattintva elindul a keresés, majd a keresőablak alsó részébe betöltődik a találati lista. Amennyiben több tétel is megjelenik, válasszuk ki a számunkra szükséges rekordot, majd nyomjuk meg a megtekintés nevű nyomógombot. Ekkor a felugró ablakban megtekinthetjük a rekord részletes nézetét. Amennyiben a lelőhely a Tudásközpont raktára, akkor a raktári kérés nyomógombot megnyomva tovább haladhatunk, majd olvasójegyes bejelentkezésünkkel azonosítva magunkat, elindíthatjuk a raktári kérésre szolgáló modult. Az előbbi kérés esetében hibaüzenetet kapunk, amely az ennek a dokumentumnak jelenleg egyetlen példánya sem kérhető raktárból tartalma arra utal, hogy a dokumentum lelőhelye nem a Tudásközpont raktára, vagy a dokumentum fizikailag nem ebben a könyvtárban van. Ez az előbbi részletes megjelenésnél látható is volt. Új kérést indíthatunk az új kérés nyomógomb megnyomásával. Példánkban most csak a szerző nevét adjuk meg, hogy nagyobb legyen a találati lista. Ebből a listából válasszuk ki a nekünk tetsző rekordot, és nézzük meg a részletes nézetét. Mivel ehhez a rekordhoz tartozó szabadpolcos dokumentum fizikailag szintén nem a házban van, ezért ismételten az előző hiba üzenetet kapjuk. Ahhoz, hogy ezeket a hiba üzeneteket elkerüljük, feltétlenül adjuk meg a lelőhelyet. A Tudásközpont raktár jelöli a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár állományát, a Tudásközpont raktár E betűjelű opciója jelöli a PTE Egyetemi Könyvtár állományát, és a Tudásközpont raktár M betűjelű opciója jelöli a Csorba Győző megyei városi könyvtár állományát. Példánkban most az E raktár állományából listázzuk ki a keresett szerzőhöz tartozó dokumentumokat. Válasszuk ki a számunkra szükséges rekordot, majd nyomjuk meg a megtekintés nyomógombot, hogy a rekord részletes nézetéhez jussunk. A lelőhely adatból láthatjuk, hogy ez a tétel kölcsönözhető és a PTE Egyetemi Könyvtár raktári állományába tartozó dokumentum. Láthatjuk a helyrajzi számot és azt is, hogy a kötetre nincs mások általi előjegyzés. Most már elindíthatjuk a raktári kérés nyomógomb megnyomásával a dokumentum felkérésének műveletét a ház alaksori raktárából. A felugró ablakban ellenőrizhetjük a szerzőt és a dokumentum címét. Megadhatjuk a kérés célját, azaz megjelölhetjük, hogy helyben szeretnénk-e olvasni, vagy kölcsönözni szeretnénk a tételt.
itt adhatjuk meg a dokumentum átvételének helyét, azaz azt az emeletet, ahová kérjük a kötetet. Több kötetes dokumentum esetén megadhatjuk, hogy melyik kötetet szeretnénk megkapni, illetve egyéb a raktáros munkáját segítő megjegyzést is megadhatunk. Amennyiben kitöltöttük az űrlapot, nyomjuk meg a kérés elküldése nevű nyomógombot. Ekkor egy információs box nyílik meg, ami tájékoztat bennünket a kérés teljesítésének állapotáról. Ezt a boxot bezárva megtekinthetjük az elvégzett műveletek listáját, innen indíthatunk új kérést is, de ha időközben meggondoljuk magunkat, és a kérés teljesítésének műveletébe még nem kezdtek bele a raktárosok, a raktári kérést vissza is vonhatjuk a visszavonás nyomógomb megnyomásával. A kérést követően raktáros munkatársaink a kívánt tételt a könyvlifttel a kérésben megjelölt emeletre küldik, ahol olvasóink a kölcsönző pultnál vehetik azt át a könyvtárostól.